Magyarország rossz irányba halad. Az Orbán kormány által bevezetett intézkedések jelentős mértékben fokozták a szegénységet. Ezt tapasztaljuk itt Csepelen és Soroksáron is. Sok ember elvesztette a szolgálati nyugdíját, elvesztette vagy csökkent a rokkant nyugdíja, sokan elvesztették a munkájukat. Mindeközben a létminimum alatt élők száma ma már több mint 4 millió fő. Rajtuk nem segít az állam, egyszerűen otthagyják őket az útszélén. Ilyen a fideszes szociálpolitika. Ezeket az intézkedéseket Németh Szilárd, a Fidesz csepeli és soroksári országgyűlési képviselőjelöltje mind megszavazta a parlamentben. Azt javaslom, hogy Csepel és Soroksár polgárai előtt vitassuk meg ezeket a problémákat. Én várni fogom Németh Szilárdot április 4-én a munkás otthonban. Ha van mersze, álljon ki!